Köszöntök mindenkit a mai videónkban, annak járunk utána, hogy felesleges-e, avagy nem megnyomni a gombot a metron. Tudják, ez volt ez a cikk, amire nagyon sokan kattintottak, és ebben úgy kinevettük azokat, akik megnyomják. Na most ennek jártunk utána, tartsanak velünk! Ön ezt meg szokta nyomni? Én igen, de fölösleges, mert kinyiti automatikusan. Én eleinte megnyomtam, aztán miután kinövettek, hogy nem kell megnyomni, azóta leszoktam róla. Hát a metrón nem, villamoson igen. Nagyon ritkán, inkább csak játszásból, különben nem. Amikor beszállok, vagy amikor kiszállok? Amikor kitetszik szállni. Nem, mert úgyis ki fogják nyitni az ajtót, nem. Miért nyomják meg? Hát, hogy kinyíljon az ajtó, gondolom. De ettől ki fog nyílni? Ki? Mégis megnyomják. Igen, igen. Nem használ. Legalábbis ez a benyomásom. Hát gondolom, mert megszokták más közlek, mert a buszon például nem árt, megnyomja az ember, villamoson sem, mert amúgy nem szállott le senki, nem nyílik ki. Gondolom, megszokták, vagy nem tudom. Nem is figyeltem, hogy vannak. Nem tetszett még ezt látni? Nem figyeltem. Mert oda van rakta. De mondjuk... Mert rá van írva, hogy az ezzel tud kinyitni az ajtót. Hát azért, mert bennük van az, hogy leszálláskor meg kell nyomni a gombot. Ennyi. Ennyi. Egy régi rutin. Lehet, hogy előbb-utóbb leszoknak róla. Nem tudom. Az is lehet, hogy ez egy ilyen pulcselekvés, hogy így nyomogatják, tehát... Könnyű. Nekem is volt olyan ingerem, hogy megnyomnám, csak persze tudom, hogy felesleges, de... Velem is előfordult már, hogy úgy szívesen megnyomtam volna mégis. Bár a metrón van ajtónyitó gomb, a Metróért Egyesület szerint ez teljesen felesleges megnyomnunk, hiszen a járművezető vagy az automatika magától nyitja majd az ajtókat. A közhírt Bokor István tudósította.